Agroinform Podcast, a mezőgazdaság hangja. Sziasztok, kedves hallgatók, én Pálti Péter vagyok, és ez az Agroinform Podcast legújabb adása. A mai témánk az a pocok lesz, a mezei pocok, hiszen az elmúlt időszakban egy kicsit elszaporodtak különböző országrészekben, és úgy gondoltuk, hogy ezt a témát most feldolgozzuk két vendégemmel, Szűcs Csabával, aki a Nébiknek a növényvédelmi és borászati igazgatója. Szia Csaba! Szia, köszöntök mindenkit! És Lung Dáviddal, ő pedig Battonyáról érkezett Békés megyéből, agrármérnök és növényorvos. Én is köszöntök mindenkit! Szia! Még itt az adás elején szeretném elmondani, hogy ez is, mint minden adásban, a vendégeim és az én magánvéleményem, úgyhogy ezt ne vegyétek semmilyen tanácsadásnak. Ugye most ugye felvezetésben mondtam, hogy pocok kérdés lesz, hogy most nem akarok farkast kiáltani ismét, mert ahogy most készültem az adásra, láttam azt, hogy azért az elmúlt pár évben, ugye a 2014 óta szinte minden évben van az a helyzet, hogy a pocok az súlyos problémákat tud okozni a jövőben. Most tényleg mennyire súlyos ez a helyzet? Mit láttok? Gyakorlatilag én Békés megyéről tudok ugye nyilatkozni. Ott gyakorlatilag rengeteg újravetés alakult ki, tehát repcetáblákat vetettek újra. Hallottam olyan termelőről is, aki 3-4-szer újravetette a repcét. A kezelt területeken is ez a 30-40 százalékos kár megvan. A kezeletlen területeken meg akár a 100 százalékos kár is bekövetkezhet. Úgyhogy én 2014-ről nem tudok nyilatkozni, mert akkor jöttem ki frissen az egyetemről. Még nem volt olyan rálátásom a szakmára, de gyakorlatilag minden annak kedvez, hogy ez a mostani gradáció nagyobb legyen. Ugye elterjedtek a forgatás nélküli művelések, az időjárás, tehát ez a szélsőséges, kaotikus időjárás, hogy októberben nyári idő van, novemberben meg akár ilyen tavaszias idő, ez mind annak kedvez, hogy ez így is fog maradni szerintem egy ideig, illetve a tavasz is kérdéses, hogy igen, mit fog hozni majd a tavasz. Igen, a gradációnak ugye az a rákfenéje, hogy általában ősszel van egy felfutó csúcs, és tavasszal teljesedik ki, és a tavaszi károk azok súlyosabbak, mint az ősziek. Csaba, te ezt hogy látod, hogy neked az országos rálátásod van így igazgatóként ezekre a kérdésekre, hogy milyen jelentések érkeznek hozzád? Igen, ahogy a kolléga is elmondta, valóban az ország déli része a leginktább érintett, tehát Békés, Csongrád, Csanád megye, Bács-Kiskun megyének a déli része, Jász-Nagykun, Szolnok megyéből is jöttek ilyen adatok, illetve még Hevés megyéből is jelentettek jelentős pocokfertőzöttséget. A kollégák azt mondták, illetve úgy jellemezték, hogy mozaikos, tehát adott megyén, vagy esetleg adott település szinten is vannak olyan területek, amik nagyon súlyosan fertőzöttek, és vannak közvetlenül szinte mellett olyan területek, amik pocok szempontjából viszont szinte alig érintettek. És ez egy kicsit olyan furcsa, hogy adott közigazgatási határon belül is nagyon változó a pocoknak a fertőzöttsége. Hát igen, ez egy érdekes kérdés, most így gondolkodok rajta, a felénk is, én Tolna megyei vagyok. A nyár vége volt az, ami tényleg az volt, hogy kimentél a határba, és mozgott minden, tehát hogy mozgott a zavar, meg bármi, tehát hogy félelmetes volt. Ugye november 21-én veszük fel az adást, tehát ez a kicsit lehűlés, csapadékos viszonyok egy kicsit talán visszavették a pocoknak az életterét, vagy az életkedvét, és felénk is, én is úgy látom, hogy vannak olyan táblák, mondjuk ugye a korábbi vetéseket, azokat már elég jól megcsócsálták, az október végi vetések, tehát inkább úgy mondom, az október második felében történt vetéseknél ott kevésbé látni ezeket a károkat, inkább csak az árokpartról berákcsálnak és onnan hordanak el buza növényt. Nálunk is ez látszik, és épp tegnap az egyik főtraktorosommal beszélgettünk róla, ugye azért most néhány száz hektárt felszántott, vagy bármilyen más eszközzel, kultivátorral megművelt, és azt mondta, hogy látszik nagyon az, hogy hol történt például nyáron tárcsázás, hol nem. Hol volt akármilyen talajbolygatás, vagy aki már látszik, hogy már régebb óta kevésbé forgatja a talajt, ott komolyabb problémák vannak, vagy esetleg AKG-ba van körbevetése. Uh-huh. Stb. Ez, amit most mondtál, ez valóban így volt. Én is azt vettem észre, hogy már májusban elkezdődött a probléma, és gyakorlatilag nem tudom, hogy a többi megyében hogyan alakultak a gabona termés átlagok. Azt tudom, hogy nálunk Békés megyében nagyon alul teljesítettek. Tehát mindenki 8-9-10 tonnás gabonákat várt. Jó volt az időjárás, minden kedvezett, és gyakorlatilag ilyen 5-6 tonnákat kezdtünk aratni, de így igazából mindenki. Akkor én még nem gondolkoztam ezen. A kombányban lehetett látni, hogy rengeteg leesett, fehér kalász van, és
amikor ott álltunk a talon, akkor jöttünk rá, hogy itt hatalmas probléma van, és gyakorlatilag, amit mindenki mondott, hogy kortani probléma volt, sárga rozsda. Most ezek olyan fajták voltak, amikről beszélek, amik teljesen ellenállók voltak a sárga rozsdára. Én azt mondom, hogy egy részét kortani problémák okozták, de egy nagy részét a mezei pocok kártétele, és ezzel nem foglalkozott senki. Én már akkor elkezdtem a termelőmet értesíteni, búzaratás után, hogy mindenki készüljön fel, szükséghelyzeti engedélyeket akkor kezdjük el írni, hogy be tudjuk szerezni a klorfacinont. Nagyon sokan nem vették ezt komolyan. És pár területen mi elvégeztük tarlóhántás után, illetve tarlóhántás előtt a kezeléseket. Úgyhogy ezzel kapcsolatban csak ennyit szerettem mondani. Hát igen, mondjuk ez jellemző sajnos, hogy tényleg most, ahogy említettem, hogy az elmúlt években ez volt, hogy farkas kiáltattak sokszor, nem jött a farkas, most lehet, hogy itt lesz most. Ugye a 2014-est már említetted, Dávid, azt a gradációt, hogy szerintetek ez megközelítheti azt? Vagy még súlyosabb lehet? Mert ugye akkor azért ilyen 80 milliárd forintos országos kárról beszéltek, tehát azért az elég nagy érvágás. Most az mai áron számolva ilyen 200 milliárd forintról beszélünk körülbelül. Hát ez nagyon sok tényezős, ez a pocok fertőzöttség, illetve nyilván az időjárást nem tudjuk, hogy hogyan alakul a tél, illetve a tavasz. Hogyha az őszi időszakban a termelők, gazdálkodók nem végeznek gyérítő védekezést, és esetleg az időjárás kedvező a mezei pocoknak, tehát megszűnik ez az eső, és továbbra is viszonylag enyhe lesz a tél, akkor a kártétel területi kiterjedése és akár a mértéke is növekedhet, de én úgy gondolom, hogy ez nagyon sok tényező múlhat, hogyha kifogunk egy csapadékos telet, ahol esetleg váltakozik a kemény hidegek, illetve a csapadéknak a mennyisége, és akkor folyamatosan úgymond vizes lesz az adott állat, és különböző betegségek, stb. Felfáznak, szerintem azok nagyban gyéríthetik majd a populációt. Bízunk benne, hogy ilyen idő lesz. Hát igen, sok szempontból bízunk a keményebb tében, mert az nagyon régen volt, tehát más kártevőknek korokozóknak is jót tenne egy kis hideg. Dávid, tesz, hogy gondolod ezt? Most eszemütött egy olyan dolog is, hogy gazdasági kár. Nálunk ott Batonyán van egy nagy gazdálkodás, egy ilyen több ezer hektár zöldségtermesztés folyik ott, és ott volt egy csapat arra felállítva, egy 4-5 tagú brigád, akik egész nap azt csinálták, hogy a öntöző csepegtetőket tették rendbe, mert tönkretették, tehát szétrágták a mezőpockok a csepegtető rendszereket, és volt egy 5-fős csapat, aki egész nap reggeltől estig ezzel foglalkozott, úgyhogy én azt látom, hogy olyan gazdasági károkat is okoz, amiket így nem vártunk, tehát olyan mennyiség vannak, ez is egy jó példa, tehát ilyen melioációs árkokban láttam azt, hogy az ároknak az oldala annyira tele van járatokkal, hogy így ilyen földcsuszamlásszerűen leomlott így az ároknak a fala. Én nem tudok hitelesen nyilatkozni a 2014-es esetről, én akkor jöttem ki egyetemről, nem volt még olyan rálátásom erre, tehát ugye drónok sem voltak akkor, én akkor légifotókat láttam egy nagyon kedves barátunk mezőgazdasági pilóta, és ők fotóssal járták így a vidéket, és légifotókat csináltak, tehát csúnya volt az is, arra emlékszek. Igen, igen, hát mondjuk ti vagytok talán az egyik legégetőbb helyzetben, úgy gondolom ott Békés megyében az egyik, tehát ugye ott eleve kevesebb csapadék volt tavaly is, idén is azért máshogy volt a csapadék eloszlása és a hőmérséklet is. Nekünk a 2014-es az egy ilyen olyan volt, hogy érintett minket, de nem annyira, mint mondjuk akár Baranya megyébe, tehát nálunk nem volt akkor a kár, de mondjuk egy 60 kilométerre arra, meg ott konkrétan olyan volt, hogy learadták a buzatáblát a kombány helyett, tehát hogy tehát ugye ez is ugye tényleg ez a lokalizáció itt is megmaradt, tehát hogy ezért is fontos az, hogy beszéljünk arról szerintem, hogy megismerjük magát a mezei pockot, hogy milyen folyamatok, amik meghatározzák az életkörülményeit, az életét, és de először az, hogy egyáltalán tisztában legyünk azzal, hogy milyen eszközökkel vagy módszerekkel lehet azt felmérni, azt, hogy jelen van a táblánkon, vagy nincs, mekkora egyet számba ott lakik, vagy csak szekunder területnek használja, tehát hogy erről tudnátok pár szót mondani, Csaba? A védekezésnek egyik alapfeltétele az, hogy ismerjük a területeinket, tehát ez a mezei pocok esetében is kiemelten fontos, sőt a szükséghelyzeti engedélyokiratok is tartalmazzák erre vonatkozó előírásokat, tehát még a kezelés előtt nekünk fel kell mérni, hogy az adott tábla milyen fertőzöttség, ugye 10x10 méteres mintaterületeket kell fölvenni, és ott
az adott mezei pocokjáratokat ugye be kell taposni, másnap vissza kell menni, és a kiásott mezei pocok által kiásott lakott járatok számát ugye rögzíteni kell egy adatlapon, és tulajdonképpen ezzel az adatlappal, amit ugye a növényorvos igazol, illetve vele együtt kell ezt a magát a kezelést is elvégezni, ezzel az adatlappal kell elmenni a vármegyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztályára. Ők ezt jóvá hagyják, ellátják az aláírásukkal, és ezzel az adatlappal, illetve a kormányhivatal aláírásával, pecsétével lehet megvásárolni a terméket, és utána pedig a kezelést elvégezni. És mekkora az az egy-egy szám, ami már aggodalomra ad okot? Általában azt szokták mondani, hogy a kezeléseket ősszel ez a 3-5 darab lakott járat per 100 négyzetméter. Ugye itt, ahogy Dávid is említette, Békés megyében, illetve az ősz folyamán több megyéből is jelezték, hogy jelentős a mezei pocok kártétel. Így október végén az engedélyező hatóság az eddigi maximum 10 kg per hektáros szükséghelyzeti engedélyben lévő dózist felemelte 12 kg per hektára, tehát ezzel lehet, és ott a szükséghelyzeti engedélyben került meghatározásra, azt hiszem a 20 darab lakott járat per 100 négyzetméter, a fölött már ezt az emelt dózist lehet felhasználni. Dávid, te esetleg van? Én drónnal szoktam monitorozni ezt a problémát, tehát most már bárki számára elérhető ez a drón technológia, nem is kell ehhez egy drága drón. Gyönyörűen elválik, tehát a friss, illetve a lakott járatokat nagyon egyszerűen fel lehet ismerni, akár egy ilyen 60-70 méteres magasságból is. Látszik, hogy sokkal feketébb a föld, még nincs kiszáradva, másnap visszamegy az ember, akár ellenőrizni tudja a kezelésnek a sikerességét, úgyhogy én ezt a drón technológiát használom. Nyilván az ember bele szokott menni a földbe is, tehát nagyon jó, amikor végiggyalogol egy földön az ember, illetve amire nem fektettünk nagy hangsúlyt, hogy az árokpartok, az ilyen ruderáliákban rengeteg mezői pocok van, és volt is egy ilyen hibánk, hogy átjártak egy területet, egy 4,5 hektáros területet, és mellette volt egy fasor, és azt vettük észre, hogy a fasortól a tábláig egy ilyen 40-50 méteres sába eltűnt a repce. Le lett mérgezve a tábla, de ott volt egy fasor, egy kis árokpartos rész, és tömve volt mezépocok járattal. És ők onnan jártak ki. Ugyanez a helyzet, amikor a szomszédos föld mondjuk egy kukoricatarló. És ott nincs semmi kezelés, hiába kezeli a gazda a mellette lévő földjét. Egyszerűen át fognak járni a tarlóról, és volt egy ilyen példám is egy termelőnél, hogy ott is ilyen 40-50 métert a szomszédos földtől átjártak, és ott eltűnt a repce. Tehát teljesen 100%-os kár volt ott. Igen. Lényegében ezért is fontos az, hogy etológiailag megismerjük magát a pocoknak az életét. Tehát, hogy az, hogy hogyan él és hogyan működik az egész folyamat, amit ő ott társas élőlényről beszélünk, tehát, hogy gyors szaporodással, és ugye érdekes itt, amit ti is mondtatok, hogy pont az árokpartok, ezek általában itt alakulnak ki az elsődleges élet tereik, és akkor, amikor be tudnak települni esetleg oda-onnan a kaját hozzák, akkor azok is, amik ugye másodlagos életterek voltak, azok átalakulhatnak elsődleges élettérre, és akkor itt van ugye az a fontos dolog, amit említettünk már, hogy a mozgatás a talajnak az megszűnt, és ugye ez kedvez a pocoknak, hogyha úgy vesszük, tehát hogy oda is akkor be tud szépen települni, és akkor ugye itt egy ilyen növényvédelmi probléma is felmerül, most nem tudom, hogy hatóságilag, vagy ez hogy lehet védekezni, pont ezek az árokpartokat, mint a gazdák, mi nem fújhatjuk, ugye meg nem használhatunk elvileg hivatalosan ott semmilyen eszközt, hogy erre van valami megoldása, esetleg ilyen államilag védekezés, vagy nem tudom, hogy kinek lenne itt a feladata ez. Ugye említetted magát a jogszabályt, ugye van nekünk egy 43/2010-es FVM rendeletünk, ami a növényvédelmi tevékenységről szól, és annak a második paragrafus 1-es bekezdés B pontja említi, hogy a feldhasználó és a termelő köteles védekezni a mezei pocok ellen. Tehát egyrészt jogszabályi háttere is van, illetve magukban a szükséghelyzeti engedélyekben is benne vannak azok a kultúrák, vagy azok a területek, ahol a pocok ellen fel lehet használni a készítményt, így a szántóföld és kertészeti kultúrákban, gyepterületen, rudeáliákon, tehát ezeken a területeken is el tudjuk végezni a kezelést, illetve nagyon fontos, ahogy ugye Dávid is mondta, illetve te is említetted, ugye megkülönböztetünk három területet, ahol ugye a mezei pocok
sok életmódjában, az életvitelében meghatározó. Ugye első ez a rezervoár terület, ahol a faj fennmaradását elősegítő terület, majd jönnek az akkumulátor területek, ahol ugye azok a növények vannak, amelyek fehérjében, szénhidrátban gazdagok, gabonafélék, olajos magvak, amik ugye a faj nagy és gyors szaporodását biztosítják, és amikor ugye a populáció összeomlik különböző okok miatt, akkor ugye a depresszor területeken tud ugye fennmaradni, ahol vagy esetleg ott olyan rövid tenyészidejű fajták vannak, vagy fajok vannak, a borsó, különböző területek, vagy különböző növények, amik a faj szempontjából annyira nem kedvezőek. Igen, Dávid, így élettanilag még esetleg valami, ami a pocokhoz így szaporodás biológia? Igen, tehát elég szapor állatok. 21 nap a vemhesség idő, és egy évben akár 8-10-szer is tud fialni, általában 8-10 kölyköt hoz a világra, úgyhogy egy rövid számolás után akár ilyen 100-120-140 egyedet is a világra képes hozni. Ilyen 20-30 cm mélyen vannak a járatok. Ugye, hogyha belegondolunk, forgatás nélküli művelésnek az elterjedése hozta magával ezeket a rövidtárcsás gépeket, tehát a művelési mélységük ilyen 8-10 cm. Tehát ezzel nem fogjuk tudni elérni. Igen, talajművelés után, tehát nyári talajművelések után, akár még egy tárcsázás után lehetett látni, hogy a táblán megjelentek a gólyák. És volt egy tábla, ahol 54 darab gólyát számoltunk. Soha nem láttam ennyi gólyát egybe. Tehát azért mozognak, meg gyéríti őket, de igazából nem ad megoldást a problémára. Igen, igen, hát ugye amit említettél a szaporodásnál, hogy eleve, hogy rövid a vemhességi idő, hamar ivarérettél válnak. Igen, 2-3 méter alatt ivarérettél válnak, igen. És igazából az ellés után azonnal tudnak újra vemhesülni az anyaállatok, tehát ugye ez is egy ilyen érdekesség. Sőt, még úgy tudnak, én pont azt említettem itt korábban, úgy is tudnak vemhesülni, hogy még szopnak. Tehát igen. Ez egy ilyen érdekes történet, és a gradációba mik lehetnek azok a faktorok, bocsánat, amik kialakíthatnak egy ilyen nagy gradációs csúcsot? Tehát, hogy miért van az, hogy így akkor tényleg így beszéltünk, jó, persze életkörülmények, stb., de hogy van valami olyan, amiről itt tudtok esetleg, ami egyszer csak így elindítja ténylegesen azt a felszaporodásukat, tehát akár a nemi arányok eltolódása, vagy bármi, ami... Hát, amit szerintem érdemes említeni, ugye itt többször már szóba került a forgatás nélküli talajművelés. Én úgy gondolom ez is hozzájárul ahhoz, hogy a mezei pocok egy bizonyos szinten legyen, és hogyha kedvező számára az időjárási feltételek, gondolok itt a száraz meleg évekre, enyhetelekre, ugye viszonylag kevés csapadék esik az elmúlt években, vagy esett az elmúlt években, ez mind-mind kedvező számára, illetve nyilván egy mezőgazdasági területen azért folyamatosan biztosítva van annak az ő élelem forrása, tehát ezt meg tudja találni a számításait. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy ezt komplexen nézzük, ezt a mezei pockot, ne csak egy-egy momentumra koncentráljuk, hanem ez egy összetett probléma, és hogyha a talaj, tehát a forgatás nélküli művelést esetleg tudjuk váltani az adott területen, tudunk agrotechnikában odafigyelni, különböző betakarítások, nagyon sok múlhat esetleg azon, hogy a kombány betakarítógép megfelelően be legyen állítva, ne hagyjunk növényeket, vagy a időben elvégezzük a tarlóápolást, a téfákat kihelyezzük megfelelő számban. Nyilván ez egy nagy gradáció, amikor tömegesen szaporodik, vagy tömegesen jelen van az adott területen. Ezek már nem tudnak segíteni, hogy visszafogják, illetve drasztikusan lecsökkentsék a mezei pocoknak a jelenlétét, de a kezdeti fázisban én ezek úgy gondolom, hogy ezek segítenek, és ahogy Dávid is említette, nagyon fontos az, hogy kint legyünk a területen, ugye folyamatosan szemlézzük, nyilván amikor a betakarításhoz közeledik az adott kultúra, akkor már nyilván kevésbé mennek bele a gazdálkodók, de úgy, ahogy Dávid is jelezte már tavasszal, a betakarítás után közvetlenül jöttek az információk, hogy igen, probléma van Békés megyében, nem azok a termésátlagok jönnek le, és akkor szembesültek, ugye akkor került rá a kultúrnövény a területről, akkor látták meg a mezei pocoknak ugye lakott járatainak a számát, illetve a fertőzöttség nagyságát, tehát szerintem igenis oda kell rá figyelni, és komplexen kell kezelni ezt a mezei pocok kérdést. Dávid, neked valami hozzáfűzni valód?
Ezek én is egyetértek, ugye ez a téli tavaszias idő, ami most volt októberben, novemberben, hogy októberben szinte nyárias idő volt, novemberben tavaszias idő, tehát hogy annyira szélsőséges és kaotikus az időjárás, hogy amíg ez így marad, szerintem sok jóra ne számítsunk, és én már félek a tavasztól, tehát hogy tavasszal is óriási probléma lesz, tehát azt látjuk, hogy nincsen tél, nincsen hideg, most volt sok csapadék, de nem hideggel jött együtt, úgyhogy én nem láttam volna csökkenni az egyedszámukat. Láttam már nyáron is, ősszel is láttam olyan területeken elpusztult egyedeket, ahol nem volt mérgezés. És vártuk, hogy akkor összeomlik a populáció. Nyilván genetikai problémák voltak, megbetegedtek ugye az egymással való szaporodás, tehát a vérmérgezés miatt leromolhatott az állomány, és utána is láttam, tehát szoktam látni. Sőt, olyan példát is láttam, ami egyszerűen odajött hozzám, nagyon gyorsan vette a levegőt, és igazából meg tudtam fogni. Semmilyen külsérülés nem volt rajta, tehát nem a társa ment át rajta, és látszott rajta, hogy beteg. Na most ez megtörtént júliusban, augusztusban, szeptemberben, és még most is arról beszélünk, hogy ilyen 50-80%-os kártételeket okoznak mondjuk egy repcében. Búzákban most kezdtek el megjelenni a kártételek. Ott annyira nem félek, mert ugye a búza nagyon jól tudja kompenzálni ezeket a sérüléseket. Ugye jó a bokrosodó képessége, illetve gyakorlatilag ilyen 30-50%-os visszavágás, tehát én egy ilyen kísérletet csináltam egyszer, sőt ebből írtam egy diplomadolgozatomat, tehát 50%-os, kétnodatos állapotban 50%-os visszavágás, az teljesen kompenzál. Tehát a termésben egy 50%-os visszavágásig nem jelentkezik hökülön. Úgyhogy én igazából az őszi borsó, meg a repcéket féltem, ami hát igen, nekünk van növények. Meg hát ahol esetleg van valami olyan állókultúra, amiben nyilván, most nyilván itt össze már más a helyzet, de mondjuk ha tényleg fölmarad a szaporulat, akkor tavasszal vagy nyáron is problémát okozhat. Tehát igazából itt a gradáció, ugye most úgy nem tudom, hogy beszéltünk-e most egy gradációban vagyunk, vagy előtte, vagy utána, vagy igazából akkor abban megegyezhetünk, hogy úgy gondoljuk, hogy nagyjából most a gradációban vagyunk, igaz? Nehéz ezt megállapítani. Tehát a képek, a fotók, amiket mutattam itt nektek azok is, beszélnek. Azok beszélnek, és nekem elég, hogyha ennyit látod, tehát amikor látom, hogy borzasztó nagy kártétel van, akkor probléma van. Meg az, hogy az elmúlt 10 éve, sőt, soha nem láttam ekkor egyet számot, tehát van egy gyümölcsösünk, ez egy nagyon jó példa. A gyümölcsösben rengeteg szilva, alma le volt hullva a földre, és gyakorlatilag egy négyzetméteren volt, hogy tényleg 10-12 lyukat számoltam meg, tehát szörnyű volt minden nap, mérgeztük azt a kis területet, tehát itt 20 fára kell, tehát 20 fára kell gondolni, és egyszerűen nem találtunk tetemeket. Valószínűleg tartom, ugye, hogy a klorfacinonnak a ellenanyaga a K-vitamin, hogy ott a gyümölcsbe, fűbe találtak elegendő K-vitamint, és így immunizáltál magukat, és ott egyszerűen mai napig probléma, onnan nem tudjuk eltüntetni a mezépockot, nyilván most váltottam hatóanyagot méregre, tehát cinkfoszfidra, és azzal megoldódott a probléma. Tehát, hogy ott le kellett cseréljem a vérelvadásgátlót. Hát igen, ez ugye, mi vagyunk az egyik ellensége a pocoknak, és kik a természetes ellenségei, most erről így egy pár szóban tudtuk. Nálunk ezzel is probléma van, tehát nagyon kevés a természetes ellensége. Kevés nálunk a ragadozó madár, nagyon kevés a róka. Régen 15 évvel ezelőtt rengeteg róka volt Batonyán, eltűntek a rókák. Úgyhogy ez is egy nagy probléma, ami hozzájárul az egyet számukhoz. Nálunk igazából nincs, tehát egyedül a gólyákat láttam lakmározni talókon. De ők meg elmentek most. Ők meg elmentek, igen. Téli szünetre. Így van. Tehát, hogy igazából én is azon meglepődtem egyébként, nem is tudom, valami 20 pockot, vagy valami ilyesmit olvastam, hogy annyit meg tud enni egy gólya egy nap, vagy hát annyit el tud fogyasztani, hogyha arról van. Szóval azért az elég, elég nagy mennyiség, mert én amit így olvastam, ugye, hogy nem is mindegyik ragadozó madár, most, hogyha ragadozókról beszélünk, fog nyilván több pockot fogyasztani amiatt, mert több van, mert egyszerűen az étvágya ugye telítődik, és akkor utána nincsen.
Csaba, neked valami itt a ragadozókkal kapcsolatban, vagy ellenségekkel kapcsolatban? Igen, tehát a természetes ellenségek, ahogy ugye Dávid is mondta, ugye ragadozó madarak, az egerészőjv, vércse, varjak, gólya, gémek, és, illetve mellette a ragadozó kisemlősök, a róka, aranysakány, estmenyét, és fontos megemlíteni azt is, hogy különböző fertőző betegségei is vannak a mezei pocoktaknak, tehát a nyúlpest is, pocoktifusz, a léffene, tehát nagy egyedszámnál, illetve amikor esetleg kicsit csapadékossá válik az időjárás, nyilván az attól függő, hogy melyik betegségről beszélünk, de nagy valószínűséggel a csapadék, illetve az, hogy nem tud beszáradni az adott fertőzési forrás, legyen itt vírusról vagy baktériumról szó, tehát egymás között tud terjedni, ez mind-mind elősegítheti azt, hogy ezek a betegségek egyre nagyobb mértékben megjelenjenek. Tehát ugye az elmúlt héten is viszonylag nagy mennyiségű csapadék hullott szerintem országosan. Úgy tudom, hogy Békés, illetve Csongrád-Csanád megyében is nyilván a területtől függően, de ilyen 20 és 50 milli közötti csapadék volt, tehát ezek azért már alapjában is nyilván nem drasztikusan, de csökkenthetik a populációt, tehát fölfáznak esetleg a vemhes anyák, és ez nyilván előbb-utóbb pusztuláshoz vezet, illetve ahogy említettem, ezek a fertőző betegségeket könnyebben át tudják egymásnak adni. Hát igen, itt a védekezésnél van a vegyszeres és az alternatív megoldás a mi részünkről, hogy ezek az alternatív vegyszer nélküli. Tehát ugye ez a téfa, meg ülőfa dolog, én ezt azért sem próbáltam, mert nálunk tényleg nincs ragadozó madár. Lehet, hogy hibát követtem el, sőt, az is lehet, hogy majd tavasszal ki fogom próbálni, meg a szántás. Tehát én alternatív megoldás. Jó, hát vannak ilyen elvetemű dolgok, hogy széndioxid beengedés, hallottam ilyenekről, meg kísérleteztek ilyeneket, de szerintem, ha alternatív megoldásról beszélünk, akkor az az ülőfa, meg a szántás. És a járatoknál egyébként az, hogy tudod felmérni, hogy most tényleg melyik az olyan lakott járat, vagy melyik csak, mert ugye van egy ilyen érdekes stratégiája, hogy több járatot csinál a pocok azért is, hogy el tudjon bújni akár egy ragadozó elől is, hogy melyik az, amik tényleg egy fészek és akár kicsik is vannak, van erre valami hát jó megoldás? Nyilván ez a taposásos történet mellett. Hát igen, az a taposásos a legjobb, de igazából én azt szoktam nézni, hogy milyen színű a föld. Tehát, hogyha szép fekete, akkor tudom, hogy ott nemrég ott ásás volt. Hogyha teljesen ki van száradva, és ugyanolyan színű a járatnak a pereme, mint ha mellette lévő föld, akkor valószínűleg azt a járatot már nem használja senki. Én így szoktam monitorozni őket. Érdekes. Meg egyébként ez az éléskamrát is tart a pocok. Tehát igen, és például a repce nagyon szépen fel lehet ismerni, hogy gyakorlatilag a repce levelek be vannak hordva, és annyit behord, hogy a lyuk mellett is lehet látni így a repcét, van, tehát igen. A repce növényt. Szóval ott elég egyszerű dolgunk van. Igen, és akkor ott látod már igazából, és akkor akár célzottan is tudod azt mérgezni. Igazából mindent behord, a japán akásztól kezdve mindent, amit talál, ilyen áropartokon, erdősávokban mindent láttam már. Igen, hát tulajdonképpen a táplálék neki, tehát ő is mindenevő, tehát a állati fehérjét is imádja, tehát ugye, az is egy érdekes, meg dögöt eszik, tehát olyan, hogy meg hát kannibális, tehát hogyha úgy veszük, valamennyire saját fajtásait is fogyasztja, és hogyha már egy a vegyszeres védekezés, akkor nyilván a lehető legjobb vendéget hívtam, hogy most milyen engedélyezett szerek vannak, miket lehet használni, mi a módja, most a részben esett már róla szó, és hogy meddig van ezeknek a szükséghelyzeti engedély ezeknek a szereknek, hogyha pár szóval. Hazánkban jelenleg 7 készítmény rendelkezik engedéllyel. Itt ugye elhangzott már a cinkfoszfid, neki ugye van több terméke, aminek ezeknek a termékeknek a cinkfoszfid a hatóanyaga. Vannak olyan készítmények, amik ugye kalciumkarbid a hatóanyaguk, tehát ezek folyamatosan rendelkezésre állnak. Attól függően, hogy melyik termékről, illetve melyik forgalmi, milyen kiszerelésről beszélünk, úgy vannak besorolva forgalmikat, kategóriákba, de szerintem ezek kettesek, illetve hármasok, illetve ami ugye a rendkívüli pocok fertőzöttséget indokolta, ugye a hatóság engedélyezte a klórfacinon hatóanyagú készítményeknek a szükséghelyzeti engedélyét, tehát ki lettek adva ezek a szükséghelyzeti engedélyek, ez 2 készítmény, az egyik készítmény január 9-ig lehet felhasználni, a másik készítményt pedig előző héten került kiadásra, az pedig március 15-ig, tehát a kémiai növényvédőszerek rendelkezésre állnak,
vannak, a gazdák tudják használni, mind a hagyományos engedéllyel rendelkező cinkfoszfidot, kalciumkarbidot, illetve a klorfacinon hatóanyagú készítmények is engedélyezve vannak. Az adás előtt beszélgettünk arról, hogy milyen gazdasági vonatkozása van ennek, hogy milyen költségekkel jár egy ilyen védekezés, hogy nyilván van a kiutatásnak költsége, meg a vegyszernek, hogy ez körülbelül mekkora összegről beszélünk itt állítottja. Hát én 10 kilóval fogok akkor számolni, mert gyakorlatilag azért ebben az évben simán elmegy 10 kiló, tehát a maximálisot rá kell juttatni egy fertőzött területre. Annak a költsége, 2000 forinttal számolom mondjuk kilóját, akkor mondjuk az egy 20 000 forint. Illetve a kiutatásnak a költsége, azt nehéz így megállapítani, igen, az tábla alaktól is függ. Úgy gondolom, hogy egy ilyen 50 hektárt egy 5 nap számos meg szokott csinálni egy nap. Az, hogy milyen órabérben vannak, az meg nagyon szélsőséges és változó, tehát 1500 forinttól 2500 forintot ott hallottam már. Úgyhogy nem olcsó, tehát drága. Nagyon drága egyébként. Nagyon drága. Igen, ezt tehát én is úgy gondolom, hogy pont itt ez egy ilyen szűk határ, hogy most védekezünk, meg hogyha védekezünk, jól védekezünk-e, jó időpontban védekezünk-e, jó helyen, mert tényleg ugye azért is fontos az, hogy itt az etológiát nagyon figyelembe vegyük, hogy most éppen hol vagyunk, az időjárás milyen várható, stb. Hát itt a védekezésnél igen fontos az, hogy minél kisebb környezetterhelésre juttassuk ki az anyagot, tehát hogy tényleg célzottan a lyukba, és most már lehet kapni, akár interneten is lehet rendelni egy pocokpuska nevű termék, ami gyakorlatilag egy ilyen ravasz van rajta, állítani is lehet a mennyiséget, hogy egy gomnyomásra hány grammot szórjon, van rajta egy cső, és nagyon egyszerűen a lyukba lehet irányítani. Nagyon jó vele dolgozni, nagyon megkönnyíti a munkát, így van a hatékonyságot, növeli az, hogy tehát a kiutatás végző emberek milyen távolságban mennek egymástól. Láttam azt is, hogy ilyen 8-10 méter elhagyják egymást. Ott már nem fogja az ember észrevenni. Tehát alsó hangon ez a 2-3 méterre kell, hogy egymástól menjenek, akkor jó rálátásuk van a területre. Gyakorlatilag ennyit akartam ezzel kapcsolatban. És ezek hatékonyak ezek a szerek egyébként? Ugye a klorfacinon az egy véravadás gátló, 4-5 nap is kell neki, mire elpusztul szegény mezei pocok. Amit az előbb itt beszéltünk, cinkfoszfid, az meg egy gyomorméreg, az azonnal. Tehát az akár egy óra alatt elpusztul tőle. Nekem most ebbe az évben sokkal jobban, hogy mondjam, bejött ez a cinkfoszfid. Én azt láttam, hogy sokkal hatékonyabban tudunk vele dolgozni, árban egy kicsit drágább, nekem jobban működik, mint a klorfacinon. Én azt vettem észre ebbe az évben, ugye mi minden éve szoktunk védekezni, és többen is észrevették, hogy most, mint hogyha nem tudom, tehát hogy ezt nehéz így megítélni, és most nem fog semmilyen kijelentést tenni, azt vettem észre, azt érzem, hogy mintha most nem úgy működne a Pocoktox Max, vagy hát a klorfacinon hatóanyag, mint eddig. Nem láttam azt a markáns pusztulást, mint eddig. Nem tudom, hogy akár itt rezisztencia kialakulásáról beszélhetünk, vagy most lehet kevesebb hatóanyag ment rá kész. Nem tudom, de az a lényeg, hogy nekem most ebben az évben csalódást hozott a klorfacinon. Ja, mondjuk így mondod, hogy egész évben, mert ugye azt szokták megmondani, hogy ha nyár vége fele kezded el ezeket a védekezéseket, akkor a pocok az már kezd ugye térre raktározni, és akkor lehet, hogy egy élelmiszer raktárba, most fogalmazzunk így, bekerül a mérgezett szem, és vagy hát a mérgezett csalétek, és akkor ugye az később fogyasztja el, tehát hogy az később lesz hatással az állatra. Ugye ez is lehet, hogy mi folyamatosan védekezünk, tehát az elmúlt 10 évben mindig. Tehát amikor nem volt probléma, akkor is átjárjuk a táblákat. Ha van egy táblában 3 lyuk, akkor is belemegyünk. Úgyhogy tavasszal, ősszel, télen mi mindig szoktuk. Hát az ember egyszer megegeti magát, akkor utána mindig figyel erre. És felétek milyen visszajelzések vannak így a hatékonyság terén? Én ilyen visszajelzéseket nem kaptam. Ugye az nagyon fontos, hogy a mezei pocok, ahogy ugye említettük is, a föld alatti járataiban húzódik vissza, ugye 20-30 centiméter mélyen készíti a járatait, ott van neki ugye az élelmiszer kamrája, és ugye abból 6-7 irányba vannak neki az élelmiszer járatai, tehát onnan ugye be tud menni, ki tud, vagy vissza tud jönni a járatokba, tehát nagyon azt nehéz meghatározni azt, hogy az adott kezelés mennyire hatásos, ugye nem tudjuk, hogy hol éri utóla, úgymond a végzet. Olyat is lehet hallani, hogy esetleg, hogyha úgy érzi, hogy valamilyen probléma
probléma van nyilván a szervezetében, akkor visszahúzódik a járatában, ott pusztul el, tehát ez egy nagyon nehézkes, tehát nincs szem előtt, nem úgy, mint egy levéltető, vagy egy más kórokozó, ami a növénynek különböző részein jelen vannak, tehát ott viszonylag könnyen tudjuk ezt vizuálisan megállapítani, hogy ott van a kórokozó, vagy az adott károsító. A mezei pocok ugye nyilván az életének bizonyos részét a föld alatt tölti, tehát ebből a szempontból nehéz. Amit még ugye nem említettünk, hogy téli álmot nem alszik, hogy télen is aktívan mozog, ugye 3 óránként megéhezik, tehát viszonylag gyakran keresi a táplálékot, illetve ami nagyon fontos, hogy ugye a keresztes virágúak tartalmazzák a K-vitamint nagyobb mennyiségben, ami ugye a véralvadásgátlónak egy ellenanyaga, vagy az ellenanyaga. És ameddig ugye zöld növényi van, illetve keresztes virágúak kint vannak, ő ezt valamilyen szinten ugye tudja kompenzálni, de ezzel kapcsolatosan nem jöttek visszajelzések. De azt szeretném még elmondani, hogy az engedélyezett növényvédőszereket mindenki az engedélyben foglaltak szerint használja. Tehát mind az adott kultúra, mind a dózis, mind pedig az ott előírt előírások, illetve feltételek meglét, te mellett használja az adott növényvédőszert, hogy ugye elkerüljük esetlegesen a nem célszervezeteknek a mérgezését, illetve pusztulását. Hát igen, itt mindig erre is figyelni kell, hogy mert akkor még nagyobb kárt tudunk okozni. Azért is tartom fontosnak azt, hogy akár országosan is valami összefogás alakuljon ki ezzel kapcsolatban, mert most ilyen kis partizán akciók indulnak bizonyos térségekbe, és akkor az összes ragadozó madarat elpusztítják, akkor azzal nem leszünk előrébb. Nyilván említetted itt még a vegyszereknél, hogy az engedélyek meddig vannak várható, azoknak a hosszabbítása. Nyilván van egy januári, meg egy márciusi időpont, és vélhetően azért, hogyha amiről beszélünk, marad ez a gradáció, akkor tavasszal azért szükség lesz majd ezekre az engedélyekre. Így van, tehát ugye most is szinte én úgy emlékszem, hogy az idejében már az egyik termék esetében kétszer, másik termék esetében már a harmadik szükséghelyzeti engedélynél vagyunk, tehát ugye ezeket maximálisan 120 napra lehet kiadni, ugye ezek a klórfacinohat anyagú készítmények az Unióban nem engedélyezettek, így Magyarországon úgymond hagyományos vagy normális engedélyt nem lehet kiadni, csak a jogszabály által, az EU-s jogszabály által biztosított ilyen szükséghelyzeti engedélyt, és természetesen egy-egy ilyen szükséghelyzeti engedélyt akkor adja ki maga az engedélyező hatóság, amikor kérelem jön be, illetve a kérelem mögött ténylegesen valóban van egy növényvédelmi szükséghelyzet, és ahogy ezt beszéltük, sajnos még a mezei pocok esetében ez jelenleg még fennáll. Na jó, és akkor várható esetleg... Nyilván ez pont az előző gondolatom a ragadozókkal szemben nem feltétlenül jó, de hogy felületi szórás engedélyezésére? Felületi kezelésre nem engedélyezzük, valamennyi klórfacinon hatóanyagú készítménynek a szükséghelyzeti engedélye csak járatkezelésre szól, és ahogy ugye a beszélgetésünk elején említettem, október végén került egy módosítás a kiadott két engedély vonatkozásában, hogy az eddigi 10 kg per hektáros dózis emelésre kerül 12 kg per hektárra, de ez is csak járatkezelésre. És esetleg így tudtok valami olyan szerekről, akár a világban, amit használnak alternatív szerek, amik egy hatékony védekezés segíthetnek elő, illetve várható ezeknek az engedélyezése közeljövőben? Ugye vannak már modernebb véravadásgátló hatóanyagok, például amit a rácselőtásban is használnak Magyarországon, a bromadiolom, brodifokum, flokumafen, és igazából nem tudom, hogy lenne arra mód, vagy lenne értelme ezeket megvizsgálni. Ugye ezek legutolsó generációs véravadásgátlók. Most pontosan nem tudom, azt tudom, hogy a klórfacinont azt 1988-ban akkor használták először, akkor gyártották. Én azt látom, hogy akár meg lehetne próbálni elmenni ilyen irányba. Van nagyon sok hatóanyag. Az évek kellene kezdik. Hát persze, tudom, hogy ez nem így működik. Igen, csak annyit pontosítanám, hogy 1978 óta használjuk a klórfacinon hatóanyagú készítményt, vagy volt úgymond engedélyező, és egészen 2008. december végéig volt ugye felhasználni. Az említett brodifakum készítményekkel kapcsolatban nem jók a tapasztalataink, illetve ahol esetleg valamilyen vadelhullás volt, akkor legtöbb esetben a brodifakum
vagy esetleg más készítmények, de általában valamilyen fekete technológiához köthetőek, tehát sokkal magasabb a mérgezése a nem célszervezetek vonatkozásában. Nekem olyan új hatóanyagok nincsenek az ismereteim között, amit akár az Európai Unióban is vizsgálnának mezei pocok ellen. Az egyik kollégám szlovák, illetve cseh kollégákat kérdezett meg, például Szlovákiában a cinkfoszfidot használják, és azzal próbálnak védekezni, illetve valamilyen módon gátat szabni a mezei pocok túlszabadulásának. Szaporodásának. Úgyhogy én új készítményt, vagy új hatóanyagot nem tudok a mezei pocok esetében, illetve ami fontos, hogy a mezei pocok ugye a Kárpát-medencében van nagy mértékben elterjedve, illetve itt tud jelentős mértékű felszaporodást okozni, nyilván a környező országokban is van, de Nyugat-Európában nagy valószínűséggel jelen van, de ekkora problémát nem okoz. Tehát ahhoz, hogy egy-egy növényvédőszer vagy új hatóanyag megjelenjen, az egyrészt nagyon sok idő, illetve hatalmas költség. Én úgy gondolom, hogy ennek nincs benne akkora potenciál maga a mezei pocok felszaporodásában az Európai Unióban, hogy valaki erre egy új készítményt vagy egy új hatóanyagot készítsen, de ne legyen így, bízok benne, vagy legyen úgy, hogy megjelennek az Unió engedélyez hatóanyagokat, és akkor Magyarország is ezeket nyilván a jogszabály adta körülmények között át tudja venni. És egyébként a 78 környékén volt egy nagyobb pocokgradáció Franciaországban, tehát lehet, hogy azért pont akkor ott szerencsés volt, és az 10 évig tartott, a szem ott volt egy időszak. Hmm. Tehát, hogy így amíg lecsengett teljesen, az 10 éves periódus volt, ugye, hogy ezek megvannak, ezek a ciklusaik a pockoknak, és hogy ott voltak jelentős károk. És állítólag ugye valamilyen szinten vírusvektor is tud lenni a pocok az emberre is akár. Jó. És vittek át valami fertőzéseket is emberre. Tehát ugye az ürülékükkel, vagy szennyezik ugye a zöldséget, gyümölcsöt, és akkor... Tehát érdekes egyébként, de én is így tudom, hogy javarészt a Kárpát-medencében okoz ez problémát. Nagyjából megbeszéltük ezeket a szereket, hogy mik lehetnének, és hogyha most az elérhető szerekből most már esett róla szó, hogy és mint kell kijuttatni, stb. Hogy a lehető leghatékonyabb legyen, milyen javaslatot tennétek erre? Hogy mire kell figyelni? Én javaslatot nem tudok tenni, ugye említettem ugye azt a 3 hatóanyagot, ami ugye engedélyezve van, én azt nem szeretnék egyik mellett sem lándzsát törni. Ugye ezt a növényvédelemben, azt szerintem még az iskolapadban úgymond belénk verték, hogy nagyon fontos a szerrotáció. Most kérdés itt, hogy a mezei pocoknál ez mennyire releváns, de én úgy gondolom, hogy a kémiai védekezés lehetősége az biztosítva van, tehát akinél esetleg a mezei pocok fertőzöttség akkora, illetve meg tudja vásárolni az adott növényvédőszert, akkor el tudja végezni a növényvédőszeres kezelést, a rágcsáló írtást. Neked, Dávid, esetleg... Szerintem mindent összefoglaltál, igazából nem tudok ehhez mit hozzátenni. Én amiket mondtam, tehát hogy a hatékonyságot növeljük, amit mondtam, lehet kapni ilyen készülékeket, tehát hogy ne kanállal szórjuk, ne vödörrel menjünk, mert mellé fog menni, nagyon sok mellé megy, pazaroljuk a szert, úgyhogy 10-15 000 forintért lehet kapni ilyen kijuttató készülékeket, pocokpuska néven, be kell ütni a internetbe, és bárki megveheti, illetve a folyamatos monitorozás, tehát hogy elvégzek egy kezelést, utána pár nap múlva kimegyek, megnézem, mi történt, mikor kell ismételnem a beavatkozást, szerintem ezek a legfontosabbak. Tudtok esetleg valamilyen kezdeményezésről, vagy összefogásról, ami így régió szinten, vagy hát területi szinten, akár Magyarországon megvalósult a pocok elleni közös harcban, tehát hogy egy összefogás, tehát hogy igazából itt kezdve akár egy monitoring rendszer kiépül, egy bármi, ami segíti a védekezést. Én monitoring rendszerről, tehát egy új, teljesen új kezdeményezésről nem tudok. A Magyar Növényorvosi, Növényvédőmérnöki és Növényorvosi Kamara végzett összvégén egy több megyére kiterjedő felmérést, ahol is az egyes tagok felmérést végeztek az adott területen. Ezek az adatok megyei szinten, illetve a NÉBIK rendelkezésére is, vagy megküldésre kerültek, de én más új technológiát, vagy új módszerről én nem hallottam. Én annak örülnék a legjobb, hogyha eljutnánk odáig, hogy a szomszéd is segít, mert hogy az közös érdek. Így van, közös érdek, és tök jó lenne ezt látni, hogy
engem ilyen fajta összefogások érdekelnek. Tehát ilyenre is gondoltam, akkor is nem csak kell, a tarlóra is rá kell menni, és akkor sok embernek az jön le, hogy úristen, tarló, nincs benne semmi növény, de sajnos valamikor meg kell csinálni ott is a védekezést. Úgyhogy én egy ilyenféle összefogást szeretnék a gazdálkodók között látni. Igen, ez előbb-utóbb szerintem mindenki rájön erre, hogy ez közös érdekünk, és ez egyedül lehet széllel szembe menni, meg szaladni, de egyszerűen egyedül ezt nem tudja egy-egy gazda megoldani az adott területen, tehát ezeket a gradációs problémákat. És ugye vannak olyan részek, ahol 3-4 évente felétek, akkor valószínűleg 3-4 évente előfordulnak Békés megyébe, felénk bízok benne marad ez a 10 éves periódus, és akkor 10 évente ráérünk ezen gondolkodni, csak hát most pont a 10. év az jövőre lesz, ugye 24. Dávid, ez főleg neked szól ez a kérdés, hogy így a digitalizáció, precíziós technológia így megjelent most már az agráriumban, amin nagyon sok okos eszközünk van. Ismersz ilyen eszközöket, amiket lehet használni? Igen, tehát ugye óriási munkaerőhiány van. Én azt látom, hogy a jövő már igazából elérkezett, és drónos technológia nyújthat majd segítséget ebben a problémában. Már 2020-ban publikáltak egy kísérletet, ami a DJI-nak a hivatalos oldalán, a DJI már a hivatalos oldalán fent van. Ez egy tudományos cikk lett. Gyakorlatilag előzetes felmérés után egy monitoring drónnal, egy saját fejlesztési algoritmussal gyakorlatilag centiméter pontosan lehatárolták a területen az előforduló járatokat, és utána azt egy permetező drónba beintegrálták. A permetező drónon ugye granulátum szóró egységet szereltek fel, és óriási hatékonysággal dolgozott, egy óra alatt azt hiszem ilyen 10-15 hektárt meg tudott csinálni, jelentősen csökkentett a kijuttatott mennyiség, tehát a szermennyiséget 30-35%-kal csökkenteni lehetett, és gyakorlatilag gyönyörű szépen beleszórta a lyukba. Nyilván erre most nincs engedély, tehát gyakorlatilag most pillanat az egyedüli szer, ami engedélyt kapott drónos kiutatásra. Én ezt csak megemlítem, hogy ez már működik, tehát hogy ez egy működőképes dolog, és hát komolyan el kell gondolkodni azon, hogy lehetne ezt szabályosan csinálni, meg hogy lehetne ezt engedélyezni, ezt a dolgot. Mert szerintem nagyon nagy potenciál van benne, és hiba lenne nem kihasználni. Igen, ez nagyon izgalmasan hangzik. Mert igazából tényleg a munkaerőt is spórolsz vele, meg hát sajnos, ennél hatékonyabb nincs, hogyha egy gép végzi helyetted a feladatot. Sajnos már vidéken is lehetetlen találni embert. Igen. Tehát, hogy egyszerűen óriási probléma van munkaerőhiánnyal. Főleg, amikor szezonális igen. betakarítás van, vagy valami olyan szezonális munka van, ami egyébként is elviszi a munkaerőt, ez probléma lehet. Nekem egy nagy félelmem az a ugye 2024-es évvel kapcsolatban az a kötelező padlaghagyás, ugye, hogy most már kötelező lesz parlagot hagyni a kapba. És nyilván megvannak, most jönnek is sorba a jogszabályok, hogy ez milyen tevékenység után minősül majd annak a parlagnak, amit várnak tőlünk, és ráadásul ezt zölden kell tartanunk. Tehát nem is lehet az, hogy akkor ugye barna parlag lesz, hanem csak zölden kell. És csak ugye kaszálni lehet azokat a területeket. Ez, hogyha így végig gondoljuk, ez pont a lehető legjobb életteret fogja biztosítani azoknak a pockoknak, akikről beszélünk, jövő évben kezdődik, hogy nem tudom, Csaba, vannak-e már, most nyilván egy háttér dolgokról, amiről nem nyilatkozhatsz, arról ne nyilatkozz, de esetleg, hogy volt-e már valamilyen megkeresés, vagy jelzés így akár országos szinten tudsz-e róla, hogy az unió fele esetleg megint egy felmentést kérjünk, mert az elmúlt két évben azért erre kaptunk felmentéseket. Értem, köszönöm a kérdést. Erre vonatkozóan nincsenek információim, úgyhogy ez nem tudok pontos, részletes választ adni, úgyhogy nem történt ilyen megkeresés részünkre. És egyébként érdekes lehet az is, hogy például az ökológiai másodvetésnél volt olyan, hogy olyan rovarkártétel volt, hogy ott is ugye lehetett viszmajort jelenteni, és akkor ki lehetett tárcsázni korábban, mert mondjuk olyan rovarkártétel volt, hogy jelen esetben számíthatunk ilyesmire esetleg, hogy viszmajor lehet. Jó, most nyilván nem a te szakterületed az a része, hogy a kap oldalról, de hogy indokolt lehet akár egy ilyen növényvédelmi vészhelyzetnek az elrendelés az adott területen, ami, vagy nem tudom, hogy ez működhet-e szerinted? Nem tudom, annyira nem az én szakterületem a különböző támogatások. Nyilván jogalkotóként az Agrárminisztérium, hogy a támogatásokat a Magyar Államkincstár koordinálja, illetve az ellenőrzések egy részét is ő végzi, de mondom, nincsenek erre vonatkozó információim. Már jobban örültem volna annak a válasznak, hogy azt mondod, igen, terben van, és már egyeztettünk vele. Egyébként ez is alternatív módszer, főleg így az ilyen jellegű zöld ugarnál, hogy fontos odafigyelni, hogy gyakran kaszáljunk. Mert ugye pont ott tudnak felszaporodni a leginkább, és ott érzik jól magukat, ahol bolygatatlan a terület,
és viszonylag nagy növény fedésben vannak, hiszen a ragadozó madarak akkor onnantól kezdve nem látják őket. Hát a kaszálást azt mindenki fogja csinálni, tehát már csak amiatt is, hogy egy gaza se akarja majd, hogy elszaporodjanak a gyomok a területük. És de ezt időben, tehát, nem, mind, nem, tehát igen, hogy folyamatosan kell, tehát az folyamatosan a baj, kell, ez is költség. Költség. Igen, ez érdekes történet egyébként, mert pont ugye lehetne takarónövényt vetni még most össze, vagy majd a mélylegelőket meg lehet csinálni, ugye tavaszig a vetésüket, azok meg pont olyan növények, amik akár jó kis tápnövények lehetnek ilyen kolóniáknak, úgyhogy nem tudom, hogy még valami hozzáfűzni valótok pocok kérdésben lenne. Én max annyit szeretnék megjegyezni itt a drónokkal kapcsolatban, hogy ugye nyilván magát a folyamatot, illetve az irányt szerintem mindenki látja így természetesen a nébik is, illetve a közigazgatás is, de ahogy ugye Dávid is említette, illetve említette, hogy hogyan bizonyosodik meg a lakott járatok számáról, tehát a drónoknak a felderítésben, a különböző képek, videóanyagok készítésében, hogy az adott kultúrnövény milyen fejlettségű, milyen különböző betegség vagy különböző képalkotási módszerek vannak, ez szerintem nagyon fontosak, és ezeket egyre jobban elterjedtek, egyre jobban, egyre több gazda használja, de az teljesen más dolog a növényvédőszereknek a kijuttatása. Ez természetesen nem csak nálunk van jelen maga a növényvédőszereknek a drónos kijuttatása, hanem szerintem mondhatjuk azt, hogy a világon, így az Európai Unióban is. Az Európai Unió a tagországoktól türelmet kért azzal vagy azzal kapcsolatban, hogy a szükséges útmutatókat, eljárásrendeket ki tudják dolgozni, hogy egységesen tudják az egyes tagországok a növényvédőszerek drónos kijuttatását leértékelni, mert ez egy új technológia, nagyon sok dróntípus van, nagyon sok szórófej áll rendelkezésre, és ez természetesen az időjárás mellett is nagyban befolyásolhatja a hatékony növényvédőszeres kijuttatást, tehát nyilván ez csak maga szintén a komplexitására szeretnék rávilágítani, hogy nem úgy van, hogy van egy drónunk, van rajta permetező keret, és ott a növényvédőszer is ugyanúgy kijuttatom, mint egy szántóföldi gép esetében. Minden egyes növényvédőszer esetében vannak hatékonysági vizsgálatok, vannak különböző toxikológiai, környezeti sors, ökotoxikológiai vizsgálatok, amiknek át kell menni, vagy illetve el kell végezni, azt az értékelő kollégák leértékelik, és amennyiben minden rendben van az adott kijuttatással, növényvédőszerrel, akkor kap az adott növényvédőszer engedélyt, illetve a kijuttatás mód is ez alapján kerül úgymond jóváhagyásra. Tehát egy kis türelmet kért tőlünk az Európai Unió, illetve én szeretnék én is kérni ahhoz, hogy növényvédőszerek rendelkezésre álljanak a drónos kijuttatás vonatkozásában. Igen, ez izgalmas kérdés mindig a drónos, főleg a, tudom, hogy Dávid az eléggé érdekelt benne, hogy a drón minél jobban alkalmazható legyen. Neked még a pocokhoz van valami? Azt látom, hogy elindult. Tehát, hogy haladunk valóban, tudok a legtöbb vegyszergyártó cégnek már, nem tudom pontosan, hogy van-e leadva ilyen gépes kísérlet, de hogy azt lehet igen látni, hogy elkezdtek kísérletezni. Én már úgy gondoltam, hogy ebbe az évben is több növényvédőszer lesz engedélyezve. Nem tudom, abba bízok, hogy jövőre megjelenik majd 4-5 termék, és akkor szépen lassan minden évben akár 4-5 termék megjelenik, úgyhogy halad. Igen, vannak bent készítmények, de nem tömeges ezeknek a kérelmeknek a bent léte, illetve nagyon fontos az, hogy ugye a tavaszi időszakban kerültek kialakításra, vagy nyilván már az előző években elkezdődött ez a folyamat, hogy a jogszabályi hátteret egy kicsit a drónos kijuttatáshoz igazítsa a jogszabályalkotó, tehát itt ugye mind a típusminősítés, ugye meghatározásra kerültek azok a bemeneti feltételek, amivel el lehet végezni ugye magát a drónpilóta képzést, ugye van mellette egy alapfokú növényvédelmi képesítés, nyilván ezeket a nagyon sok vagy több hatóság is részt vesz ebben a folyamatban, itt ugye bizonyos folyamatokat el lehet végezni, de nyilván
nyilván ezekre egymásra is épülnek, és amikor ezek a egyes fázisok megvannak, utána lehetett benyújtani a kérelmet, hogy a NÉBIK felvegye a nyilvántartásba ezeket a drónpilótákat, és ez tavasz végére került abba az állapotba, hogy megjelentek az első nyilvántartásban azok a kollégák, akik drónpilótai jogosítvánnyal rendelkeztek, tehát én úgy látom, hogy szépen haladunk, de magának a folyamatnak megvan egy idő szüksége ahhoz, hogy ez minden flottul, illetve minden jogszabályok, illetve az engedélyeknek megfelelően kerüljön elvégzésre, illetve kijuttatásra. Hát igen, ez egy hosszú folyamat, tehát emlékszem 10 éve az agritechnika kiállításon, ezt most azért említem, mert múlt héten is agritechnika volt, pont 10 éve voltam kint, és akkor egy vagy két drónt lehetett látni a világ egyik legnagyobb agrárkiállításán, most meg arról beszélünk már, hogy milyen szereket fogunk velük kifújni. Most akkor, hogy permetezés technológiában még hozzak egy újabb, a következő 10 évben majd ugye a robotok, az önjáró robotok, akkor a különböző szórófejek, a lézeres technológiák, tehát ugye nyilván egy csomó mindenről lehetne beszélgetni. De most így összefoglalva ezt a pocok témát, ugye, hogy igazából én azt látom, hogy itt nagyon fontos az, hogy a hatóságokkal együttműködve, megfelelő szakembereket megkeresve, és monitorozzuk az egész környezetünket, tehát a szántóföldünket, és ami nagyon fontos, hogy a gazdatársainkkal a közvetlen környezetünkbe összefogva kell védekeznünk a pocok ellen, mert most nem tudom, hogy ez is egy érdekesség a pocokkal kapcsolatban élettani folyamat, hogy ők, hogyha amikor már nagyon nagy a gradáció, létrehozzák a kis fészek közösséget, és 4 anya beköltözik egy fészekbe, és hogyha véletlenül elhullik valamelyik anya, akkor fölneveli a másiknak az utódait is, tehát hogyha mi nem fogunk össze, akkor ők össze fognak úgyis ellenünk. Úgyhogy nektek köszönöm itt az adásban a részvételt. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Nektek hallgatók pedig a figyelmet, és az Agroinform podcastet kövessétek a YouTube-on, Spotify-on, vagy olyan podcast alkalmazásban, amiben podcasteket szoktatok hallgatni. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok!